Csavali, legyetek szerencsések, áldottak az életbe. A következő nóta hadd szóljon a Lalinak, Izsófalvára 28. születésnapja alkalmából, és aki kedveskedik neki ezzel a nótával, az édesapja a Yamata, az anyja a Dori, a huga a Letícia, és adja a Jóisten, amikor 100 éves leszel, Lalikám, tudjunk tégedet köszönteni erőben, egészségben, boldogságban, és üzenik neked a családod, ami a gondolatodba, célodban, vágyad van az életben. A Jóisten adja meg neked minél hamarabb, erőben, egészségben teljesüljön minden álmod, vágyad. Legyél szerencsés egy életen át a családoddal együtt, speciál a feleségeddel, a Szandival, és a kedves kisfiaddal, a Lénártal együtt. Legyetek szerencsések, áldottak. És innen mondtad, Yamata, legyél szerencsés. Lali fiam, de jó hozzád hazamenni. Megölelni, megcsókolni. Jaj, megcsókolni, de jaj. És azt is elmondani neked, drága fiam, hogy mennyire testvérem, legyél figyelmes, s ezt a szót speciál innen mondja az édesanyád. Fiam, de jó a szemedbe belenézni, és a két karommal átölelni. Jaj, a két karommal átölelni. És tudom, már megáldottél éget, fiam. S nem mondta Letícia Savale, Lali köszöntéget, testvér, hogyha te a család. Jaj, a családod, Lali, járjon meg az Istenké. Oh, thank you.
édesapjának a jamatának. A mer apuja azt mondta, hogy nem fog sírni, hogy minden rosszat ki fog bírni. És hogy minden